Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai alkalommal megmutatunk Önöknek egy kedves rekordkísérletet, szó lesz az őszi betegségekről, és hölgynézőink figyelmébe ajánlunk egy jópofa cipő kiállítást. Tartsanak velünk! A Családbarát Magyarország és a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom idén negyedik alkalommal rendezte meg országos gyermekemelési rekordkísérletét. A cél demonstrálni, hogy a gyermek a legnagyobb érték. 3, 2, 1, gyereket a magasba! Benépesült szeptember 25-én a palotavárosi tavak ölelésében található park, ahol egy közösségi program keretében pontban 11 órakor emelték a magasba a szülők gyermekeiket. Korábban több mint 10 000-en vettek részt az érdekes eseményen az ország számos településén és határon túl is, családi napok gyerekrendezvények keretében. Ezen a napon a család és legfőbb kincsünk a gyermek került a fókuszba. Fehérvár a Széne Egyesület segítségével kapcsolódott be a határokon átnyúló világrekord kísérletbe. Ez már 4 éves program igazából. Böjte atya szerzetes volt az, aki igazából felemelte így a gyermekeket, és ezzel próbálta invitálni és bemutatni azt, hogy mennyire fontos a gyermek. És igazából ehhez csatlakozott maga az alapítvány, a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány, és mi pedig az alapítványnak vagyunk a helyi képviselői, úgyhogy mi is már 4 éve szervezzük mindig ezt a programot. A pandémia idején online szerveztük, de most hála az égnek így lehetőség volt. Jó időt kis volt, és itt a szabadtéren meg tudtuk valósítani. Az igazából karszalagot kapott mindenki, tehát ezek a karszalagok segítenek abban, hogy tudjuk, hogy hány gyermek és hány felnőtt vett részt ebbe a rendezvényen. Az Egyesület igazából nagyon igyekszik felhívni a figyelmet a gyermekvállalásra, és támogatni a családokat, hogy jó helyekre szülessenek ezek a pici babák, vagy akit nagyon várnak, azoknak sikerüljön, hogy összejöjjön a pici baba. Úgyhogy igazából ehhez kapcsolódóan van a vándorbölcső programunk, van gólyára várva programunk, van a fiataloknak kimondottan, ami történt is most így a nap folyamán, az emberré válni program, ahol próbáljuk a gyerekeknek a szociális kompetenciáikat fejleszteni, közösségbe vonni őket, meg közösséget alkotni egyáltalán. Úgyhogy ezek mellett fut az adományozási programunk, tehát elég sok mindent csinálunk. Mindegyiknek ugyanaz a célja, hogy a családokat valamilyen módon tudjuk segíteni. Tavaly a pandémiás helyzet miatt csak online formában rendezték meg a különleges eseményt, ezért idén a 2019-es rekord megdöntése volt a cél. A rendezvényen Székesfehérvár önkormányzata nevében Viza Attila köszöntötte a résztvevőket, aki örömét fejezte ki, hogy immár egy új közösségi tér és megszépült környezet adhatott otthont a rekordkísérletnek. A helyszín az jelen pillanatban új, és ez is csak annak a bizonyítéka, hogy milyen nagy szükség volt erre a fejlesztésre, hiszen ha körülnézünk, láthatjuk, hogy milyen sokan kijöttek, és fontosnak gondolták, hogy megmutassák, hogy a család értéke, a gyermek az milyen fontos. Mindenki belegondolhatja a saját hitvallása szerint, akár az égnek büszkélkedett vele, vagy akár a társainak, hogy bizony ő erre készül és hisz abban, hiszen a legfontosabb és a legdrágább kincsünk a gyermek, és én azt gondolom, hogy az Egyesület az ehhez kapcsolódó rendezvényeit mindig maximálisan megszervezi, úgy ezúton is köszönöm nekik ezt a munkát. Nem csak a Széne Egyesület, hanem például a Szete Egyesület is alig pár hete, ugye egy nyár búcsúztató és ősz köszöntő rendezvényt tartottunk szintén nagy sikerekkel. Szerencsére a mai nap is ilyen szép időnk van, és egyébként minden civil szervezetet biztatok arra, hogy van lehetősége, jöjjön, rendezzen itt a szabadban olyan rendezvényeket, amelyek egészségesek és jó a közösségnek. Molnár Tamás önkormányzati képviselő is részt vett családjával a különleges kísérletben, mint mondta, azért, mert ez az alkalom jó lehetőséget teremt a közösségépítésre, szórakozásra. A mai esemény legfontosabb mozgatórugója az a közösségépítés, és az, hogy itt sok-sok család, sok-sok gyermek együtt tud szórakozni a nap folyamán. Az emelés pedig egy ilyen kiemelkedő részlete ennek az egész napnak, hiszen nagyon jó volt látni, hogy mennyi gyerek és mennyi családos érkezett ki, és együtt próbáltunk ebben a világrekord kísérletben részt venni. Az üzenetét meg szerintem mindannyian tudjuk, a legfontosabb a család, a gyermekek, azok, akik a jövőnket és a társadalmunkat építeni fogják. Hát én nagyon boldog voltam, hogy eljöhettem, és remélem, hogy jövőre is itt lehetünk majd. A program keretében átadták az Egyesület fő önkénteseinek járó Szamóca
díjakat is, mások mellett a Jancsár kert biopiac is a díjazottak között szerepelt. Az egyesületünk figyelmének a középpontjában mindenképpen a gyerekek állnak. Tehát a gyerekeket szeretnénk az egészséges táplálkozásra, egészséges életmódra rászoktatni, megismertetni velük ezeknek a különböző formáit, és itt jutott az eszünkbe, hogy a szénával együttműködve, a széna által nyáron nyaraltatott csoportokat mi meghívnánk vendégségbe az egyik árusunk, György Anitának a gazdaságába, és ott bemutatnánk nekik egy egynapos program keretében, hogyan élnek az állatok, megismerkedhetnének velük, lovagolhatnának, pónilovak vannak kint, játszótérre visszük el őket, majd pedig egy ebédre vendégül látjuk őket. Ez volt a célunk velük, és így évről évre 3-4 csoportot tudtunk vendégül látni. Jó volt látni, hogy mennyire jó a gyerekeknek, hogy különösen akik városban élnek, hogy kimozdulnak a városi forgatagból, és akkor megismerkednek egy falusi életnek egy szegmensével, látják azt, hogy milyen a tanyasi élet. Ott egy kicsit azért igyekszünk a tanyasi, a vidéki élet sajátosságait is bemutatni nekik. Az Arconic Foundation támogatást adott át a Széna Egyesületnek, a kicsiket pedig interaktív foglalkozásokkal, kézműveskedéssel, ugrálóvárral és csillámtetoválással is várták a nap folyamán. Alig múlt el a nyári szünet, már az iskola első hetében nagyon sok gyerek és felnőtt is megfázásos tünetektől szenvedett. Kovács Szilvi Mosolygó Éva házi orvossal beszélgetett arról, hogy mennyire lehet összetéveszteni a covidos, a meghűléses, illetve az allergiás tüneteket. A stúdióban köszöntöm Mosolygó Éva házi orvost, akivel a most tomboló betegségekről fogunk beszélni. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Hát nagyon sok most a megbetegedés, ha jól tudom. Ugye elindult az iskola, és hát mindenki hirtelen beteg lett, szülők, gyerekek egyaránt, és hát ugye szeretném, hogyha most ebben a néhány percben, amíg beszélgetünk, szó esne emellett még majd a Covidról, és az egyébként most tomboló parlagfű allergiáról is, de most egy picit térjünk vissza a betegségekhez, hogy vajon mi lehet ennek az oka, hogy most mindenki beteg? Számítottunk rá, hogy ilyen nagy forgalommal fogunk menni szeptemberben, mert amikor elindul az iskola és az óvoda szezon, a nyári szabadságolások után egyébként is szokott lenni egy őszi nagy roham, légúti hurutok miatt. És most abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk időben, hogy ebben az évben később jelentkeztek az allergiás tünetek, mint máskor szoktak, úgyhogy allergiás betegségek még vannak, és már elindultak a koronavírusos betegek, a negyedik hullámnak a legelejét már éppen észleljük, és tipikusan most vannak az őszi hurutok, amik egy kis latenciaidővel az iskola kezdete után egyébként is szoktak lenni. Részben a nagy hőingadozás miatt az, hogy reggel és este nagyon hideg van, napközben pedig meleg, és ezt ruházattal a gyerekek ritkán tudják követni, felnőttek is, illetve hát a nyálkahártyánk védekezése, a testünk védekezése ilyen időjárási viszonyok között nem optimális, és ezért a hurutok sokkal gyakrabban alakulnak ki, mint nyáron. Ezek a hurutok egyébként, ezek ilyen vírusfertőzések, vagy csak simán ilyen meghűléses panaszok szoktak lenni? Vegyesen, ezt úgy hívjuk, hogy a kórokozók, amik okoznak légúti tüneteket, speciális tüneteik is vannak a vírusfertőzéseknek, és egy kicsit speciális tüneteik vannak a bakteriális fertőzéseknek, de alapvetően egy nagy közös halmaz, ami minden esetben elő szokott fordulni. Enyhébb esetekben nem is feltétlenül kell tudnunk elkülöníteni, hiszen tüneti kezeléssel a betegségek egy része elmúlik, kipihenjük, felgyógyulunk belőle. Amikor komolyabb tünet jelentkezik, vagy egy szövődményre utaló jel van, ott azért már tudnunk kell, hogy ez egy vírusfertőzés vagy bakteriális fertőzés, de ez a háziorvos dolga már ebben jól elboldogulni, úgyhogy a diagnózist akkor már a háziorvosnál kell elvégeztetnünk. Amiket otthon tudunk kezelni, hangsúlyozom, hogy pihenéssel, teházgatással, egyenletes hőmérséklettel, akkor igazából nem is fontos tudnunk, hogy milyen kórokozó váltotta ki. Az allergiás betegek pedig nagyon jól ismerik már a saját tüneteiket, nagyon jól tudják, hogy milyen érzés, amikor kapar picit a torkuk, viszket a szemük, amikor
a tüsszögés zavaróan gyakran jelentkezik, és ők ezt nagyon jól tudják menedzselni, úgymond. Érdemes időnként kipróbálni új generációs antihisztaminokat, hiszen ezek kezelésének az alapja az antihisztamin hatóanyagtartalom, a régi kalciumos érától eltérően most már antihisztaminokat adunk, és igen jó hatékonysággal segítenek is, és hát tüneti szereket, orrfolyás esetén orrsprét, szemviszketés esetén nagyon jó antiallergén szemcseppek vannak. Más tendő ezekkel nincs, amikor légúti húrút, felülfertőzésre utaló tünet jelentkezik, akkor pedig érdemes már vizsgálatot kérni a házi orvosnál. Na ez lett volna a következő kérdés, hogy mikor kell mondjuk orvoshoz fordulni, mert ugye nagyon sokan úgy állunk hozzá, hogy tudom magamról mondjuk, hogy én allergiás vagyok, mondjuk pont én is néhány héttel ezelőtt estem át ezen, tudtam, hogy allergiás vagyok, de aztán utána már elkezdtem gyanakodni, hogy de ez már lehet, hogy nem az allergiám, hanem egy kicsivel több, de lázam mondjuk nem volt, és akkor egy idő után eljutottam azért 2-3 nap után arra, hogy azért csak felemeltem a telefont, és felhívtam a házi orvost, és hát lehetséges, hogy egy mandulagyulladás volt. Tehát, hogy azért itt eléggé el lehet veszni. Pontosan jól fogalmazta, hogy amikor már gyanús, amikor ez már nem a szokványos, akkor érdemes a házi orvossal konzultálni. Lehetséges, hogy egy telefonos beszélgetés eligazít, de az is lehet, hogy be kell menni vizsgálatra. Rá kell, hogy nézzen a garatra a házi orvos, meg kell, hogy vizsgálja a füledet otoszkóppal, és ott már az meghallgassa a mellkasodat, hogy van-e olyan zörej, ami kiegészítő kezelést is igényel. De az első megközelítésben telefonon érdemes felvenni a kapcsolatot, és aztán a háziorvos eldönti. Most éppen rizikós korszakban vagyunk, elvileg még nyitva vannak a háziorvosi rendelők, de a légúti tünetekkel már csak meghatározott időpontra időzítetten lehet érkezni, úgyhogy bemegyek a rendelésre, azt úgy nem. Saját érdekünkben sem, mert a háziorvos tudja időzíteni, hogy ne hívja össze a különböző tünetes betegeket, esetleg egészséges emberekkel, vagy csak egyéb vizsgálatra érkezőkkel. Szóval, hogy ezt okosan lehessen beosztani, mindenképpen be kell jelentkezni előtte. Uh-huh. Ez is lett volna a kérdés, hogy akkor végül is a menetem most milyennek a házi orvosi bejelentkezésnek, tehát akkor mindenképpen először telefonon. Na de az orvos például hogyan tudja eldönteni azt, hogy ha már itt a Covid is szóba került, hogy mondjuk covidos tünetekkel állunk-e szemben, hiszen hát azért lehetnek mondjuk lázas tünetek is mondjuk másik megbetegedésnél is, és most, ha jól tudom, akkor már nem egészen jellemző erre a delta variánsra például a szaglás ízlelés elvesztése. Tehát eléggé összehasonlítható. Igen, gondolkodhatunk erről úgy, az egyik extrém megoldás, hogy minden légúti tünetet tesztelünk. Azért még itt nem tartunk, mert nincs olyan nagy esetszám, hogy ez indokolt lenne. És az előző hullámok tapasztalatai alapján, amikor valami nagyon tipikus dolog történik, ilyen volt az előzőekben a szaglás ízlésvesztés, szinte teszt nélkül is tudtuk, hogy ez koronavírus fertőzés, de minden esetben kértünk megerősítést. Egyéb más okokból, kártya igazolások miatt is, és speciális gyógyszerek alkalmazásának indokoltsága miatt is, hiszen az bizonyított teszthez kötött volt. Illetve a határeseteket, amikor nem tudjuk egyértelműen eldönteni, hogy ez egy gennyes bakteriális fertőzés, vagy esetleg koronavírus fertőzése, az egyetlen diagnosztikus lehetőségünk az a teszt. És akkor, ha már teszt, akkor beszéljünk egy kicsit az oltásokról is, hiszen ugye nem győzik mindenhol hangsúlyozni, hogy ugye vegyük fel az oltást, és hogy azok, akik most elkaphatják, azok a tehát az oltatlanok kaphatják el leginkább a fertőzést. Igen. Mi az, amit most erről el lehet mondani? Mennyire van még kedve ehhez? Egyébként most néztem mai adatot, ez 633 és új fertőzött és 5 halott van, tehát hogy azért van. Igen. Hogy most az oltással kapcsolatban mi az, ami elmondható, és hogy egyébként egy picit térjünk ki a gyerekekre, mert ugye most nagyon mondják ezt, hogy a 12 év alattiaknak is most már lassan lehet, hogy elérhető lesz. Igen, nagyon lecsökkent az oltás felvevő kedv, és nagyjából aki akarta, aki hit ebben, és aki mellé áll a jó ügy mellé, az már beoltatta magát. Innen nagyobb oltottságot elérni már nagyon nehéz, de teszünk érte, mert nagyon hiszünk a jó ügyben, és nagyon hiszünk abban, hogy a legeslegjobb eszköz, hogy védve legyünk, az a védőoltás, és hogy ne halljunk meg semmi magunk, se nekünk fontos emberek, szeretteink,
és még egy nagyobb kör, akiknek a közegében élünk, mert legjobban az ismerősökhöz lehet kötni, hogy mindenkire, akit ismerek és szeretek, úgy tudok vigyázni, hogy én védve vagyok, és én nem fogom megfertőzni, és ezzel akadályozom a járvány terjedését. A gyerekeket illetően mi kezdettől fogva a szakma, kezdettől fogva tudtuk, hogy 3 éves kor fölött oltani fogunk. Ez időkérdése is, elkészült vizsgálatok kérdése volt, hogy mikor kezdhetjük. És amikor csak 18 év fölött oltottunk, akkor is tudtuk már, hogy fogjuk oltani a gyerekeket, csak vártunk a vizsgálatok eredményre, mert semmi nem volt, ami arra utalt volna, hogy ezekkel az oltóanyagokkal ne lehetne gyerekeket oltani. Mert hogy annyira biztonságosak az oltóanyagok, és annyira nem különbözőek akár a gyermekkori kötelező védőoltásoktól, hogy bármitől is félnünk kellene gyerekek esetében. Például egy személyes példát mondva, az én 16 éves gyerekem volt szerintem az első 16 éves, akit beoltottunk, mert ő annyira várta, és annyira akart védett lenni, de hát nyilván ő a sok telefonbeszélgetés is a végigélt, rajtam keresztül végigélt komoly és szomorú esetek kapcsán, ő már nagyon várta, hogy ő maga is védett legyen. És a 16 éves kor alatt, most a 12-16 éves korosztályt is már oltjuk, de tudjuk, hogy ezek az oltóanyagok 3 éves kor fölött adhatóak lesznek. Nem kell tőle félni, mert semmi különböző technológiát nem tartalmaznak, nem tartalmaznak más anyagokat, mint a gyermekkori kötelező védőoltási sornak biztonságosan adott oltóanyagai. Hogyha nagyon röviden össze lehetne foglalni, akkor mi az, ami most az elkövetkezendő időszakban ránk vonatkozóan mondjuk figyelemfelhívó lehet? Mondjuk most a Covidot hagyjuk ki, meg az allergia ugye elmúlik, igen, de hogy mi az, amit meg tudunk tenni azért, hogy mondjuk ne fázzunk meg, vagy ne betegedjünk meg? Az egyik a maszkviselés. Hogy tanuljuk meg az előző járványhullámokból, hogy sima légúti hurutoknak a terjedését is mennyire klasszul bakolja a maszk. Hogy annak a felelősségét, hogy én időnként tüsszentek, mert most éppen egy kis kezdődő náthám van, de beszaladok a boltba vásárolni, nem otthon fekszem, hogy gyógyuljak. Egy határ után azért otthon kell maradni, de a maszkviselésnek a szép kultúrája, azzal nagyon tudom akadályozni, ha már valakinél egy kezdődő betegség van. A saját állapotunkat illetően, ha pedig ezt kérdezed, amit tudok tenni, hogyha egy kicsit eltávolodok, és ilyen filozofikusan tekintem ezeket a történeteket, jönnek a külvilágból kórokozók, egyébként is jelen vannak körülöttünk, kis támadó mikroorganizmusok. Máskor is éri a szervezetünket ilyen támadás a mikroorganizmusoktól, most ősszel egy kicsit a körülmények, mindenféle körülmény, a nyírkos levegő, a lehűlt levegő, a kicsit elfáradt szervezet, az iskola kezdésnek a nehézségei, a stresszesebb állapotunk védtelenebbé teszi a szervezetet, és amikor bekerül a kórokozó, nagyobb eséllyel alakulnak ki tünetek, és az immunrendszer elkezd dolgozni, fehérvérsejteket termel, ellenanyagokat termel, és ennek a harcnak, háborúnak a tüneteit észleljük, nem szoktunk belegondolni, hogy most mi történik belül a szervezetünkben, pedig egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, de ahhoz, hogy ez a harc ez ne tartson hosszú ideig, mert tehát legnagyobb eséllyel győztesen kerülünk ki belőle, egyszerűen meggyógyulunk, minden nemű gyógyszer nélkül is meggyógyulnánk, csak le tudjuk rövidíteni segítő gyógyszerekkel, ha szükséges. De hogy ebből minél hamarabb kerüljünk ki győztesen, ahhoz ideális feltételeket kell teremteni, a könnyű vegyes, nem megterhelő étrenddel, zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, vitamindús étkezéssel, természetes módon, megfelelő ruházkodással, reggel fölvedve gombolt kardigán, délben levetett kardigán, hogy ne izzadjunk meg, és este újra fel kell öltözni, amikor már hűvösebb az idő. Alapvetően, amikor nincs tünetünk, akkor testmozgással. Nagyon-nagyon jótékony a rendszeres testmozgás, nem az extrém sport, hanem mondjuk naponta gyaloglás, egy picike kerékpározás, ilyen kis finom, kellemes, komfortos érzetet hozó testmozgás, az még nagyon-nagyon nagy segítség. Körülbelül ilyenek. Ha pedig tünetünk van, akkor tessék otthon maradni, és gyógyulni, és teázni, és pihenni. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy a pihenés a gyógyulást nagyon-nagyon segíti. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és meghallgathattuk a gondolataid és a tanácsaidat, és hát legközelebb is várunk majd hasonló témákban. A nézőknek pedig az a fontos üzenet, hogy vigyázzunk magunkra most itt össze főleg.
Illés Kati művész családban nőtt fel, már egészen kicsikora óta inspirálták a színek és a formák, ihletet általában a barokkból merít. A cipőszobrász munkáiból nyílt kiállítás a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központban. Markáns messziről is felismerhető extravagáns darabok selyemből, bársonyból, gobelinhímzéssel, szalagokkal vagy akár színes pomponokkal díszítve. A cipőkészítő mester Illés Kati tehetségét mi sem bizonyítja jobban, hogy egészen a tervezéstől a kivitelezésig egymaga állítja elő az egyébként hétköznapi viseletre tervezett lábbeliket. Különleges mesterség a cipőkészítés, azt hiszem, hogy ezt elmondhatjuk, és azért nem is olyan mindennapi manapság. Honnan jött az indítatás? Esetleg a felmenők között volt valaki, aki ezzel foglalkozott? Hát a felmenők között nem volt, de én tulajdonképpen gyerekkorom óta ebben szeretnék foglalkozni, úgyhogy én a kisképzőbe jártam bőrszakra, és utána a főiskolán én bőrruhaszakon végeztem. Úgyhogy ugye az alaptanulmányaim ezek voltak, a kezdetben csináltam még ruhát is, meg cipőt is, tehát teljes kollekciót, és most már csak cipővel foglalkozom. Kik voltak a mesterek? Hát a főiskolán sok mesterem volt, a Sárvári Kati, a Baházi Kati, inkább textiles tanárok voltak. Utána egyébként, amikor elvégeztem a főiskolát, kimentem Németországba, és ott egy magyar származású cipésznél tanultam még egy pár hónapot, és ezt a manuális kézzel húzást, a hagyományos technikákat egyébként ott tanultam meg, mert ezeket végül is a főiskolán nem tanították, ott elsősorban tervező iparművészeket oktatnak. Nagyon különleges és egyedi cipőket láthatunk itt. Először is ezek hétköznapi cipőket hordhatók-e, és a stílusára ki az, aki hatást gyakorolt? Ezért elég színes színvilága van a lábbeliknek. Minden cipőm hordható, tehát ezek abszolút hordásra készültek. Nyilvánvaló extravagáns embereknek, vagy akik ezt a stílust szeretik, tehát markáns, jól felismerhető darabok. Nem annyira a divattrendekhez igazodó, inkább ilyen örök daraboknak szánom őket. Akik inspirálnak, így most tervezőt nem tudok konkrétan, tehát én próbálok egy abszolút saját világot teremteni, és a saját stílusjegyeimet beleépíteni majdnem minden darabba. Igen, szeretem nagyon a színeket, a plasztikus elemeket, próbálok mindent, technikát belevinni, amit egy cipőbe meg lehet valósítani. Kicsit menjünk vissza mégis a kezdetekre, egy kíváncsi lennék arra, hogy Illés Kati mikor ismerte fel, hogy ez lesz az ő szakma, egy kislány korában már ez valamiféle jeleket mutatott? Az én családomban egyébként a nagymamám az női szabó volt, és az anyukám is volt még annak idején a butik világban, apukám pedig festőművész, úgyhogy én abszolút egy művész családba cseperedtem föl, és nagyon korán, tehát én már általános iskolában, hatodikban már magam vartam a ruháimat, és utána már csináltam is hozzájuk cipőt. Most nyilván azok még kezdetlegesek voltak, de a cipőkészítés az nagyon korán kezdődött, és igazából amióta az eszemet tudom, azóta tudom, hogy én divattal szeretnék foglalkozni. Tehát ez tulajdonképpen egy egyenes út volt. Illés Kati azt is elárulta, ha úgy alakulna, a bevállalós, de finomízlésű Celine Dionnak szívesen tervezne lábbelit. A kiállítás megnyitó alkalmával Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a város kiállító tereiben a képzőművészet mellett ezúttal egy igazán különleges iparművészeti tárlat is várja a látogatókat, ahol egyébként az egészen fiatal korosztály képviselői is örömüket lelték a szépségekben. Honnan érkeztél? Budapestről. Hány éves vagy? 16. Hogy jön az, hogy 16 éves lehet? Nyilván nőként azért érdeklődsz a divat irányába, de hogy egy ilyen kiállításra eljössz ide Székesfehérvárra, mi az, amit téged ebben az egészben érdekel? Igazából anyukám születésnapját ünnepeljük, és ő találta ezt a helyet, és tudja, hogy engem így érdekel a divat, meg az ilyen főleg cipők, és ezért mondta, hogy jöjjünk el ide. És engem kifejezetten érdekelt, hogy nem egy ilyen nagy, nem tudom, áruháznak, vagy bárminek a cipőit nézzük meg, hanem egy ilyen különleges cipőket jöttünk meg így a kiállításra megnézni, úgyhogy igen, főleg ezért jöttünk. Hogy tetszenek a cipők és a lábbelik? Nagyon tetszenek, nagyon különlegesek, meg különböző színek vannak, és ilyeneket így nem látni normális boltban, úgyhogy
nagyon tetszenek. A tálatot Attalai Zita cipőszobrász ajánlotta a közönség figyelmébe, a kortárs tervező elismeréssel adózott iparművész kollégája egyben barátja munkássága előtt. Mint mondta, Illés Kati a könnyűiparban történt változások és nehezített körülmények ellenére megőrizte mind kedvét, mind elhivatottságát és termelői, alkotói kapacitását is, és a mai napig jelen van a szakmában. Ön is cipőkészítő kortársak és barátok is. Mi adja ennek a szakmának a szépségét? Szoktak-e együtt dolgozni, és így kollégaként hogy működnek együtt? Ez érdekes, hogy Katival még nem, mert ugye én is ugyanezen a szakterületen vagyok, és én is inkább vagy ruhásokkal, vagy ékszerészekkel dolgozom együtt, és hát nem is kell, mert Kati annyira egyedi és különleges, és én is csinálom a saját dolgomat, tehát nekünk nem feltétlenül, mi nem ott találkozunk, hogy közösen dolgozunk, hanem egymás munkáját én úgy gondolom, hogy kölcsönösen elismerjük, de én biztos, hogy az övét igen. Annyiból tudnék még egyet pozitívat említeni róla, hogy ő annyiból több, mint én, hogy ő végigviszi a cipőkészítésig az ő tervét. És ez nagyon-nagyon unikális dolog, és nagyon különleges, hogy ő meg tudja csinálni effektív a cipőt. Én azért mindig szakemberekkel, mesterekkel dolgozom, és én a szobraimat, amik nem hordható cipők, azt meg tudom csinálni, de ami hordható, azt nem. Tehát Katinak ez egy olyan tudása és képessége, ami szintén emeli őt a szakmában. Illés Kati cipőkiállítása október 24-ig látogatható a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Ez volt mára az Együtt magazin, jövő héten is érdekes témákkal készülünk önöknek, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!